Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok. Folytatjuk a Crusader Kings 3-at, ott, ahol legutóbb abba hagytuk, ahol éppen öreg vagyok. Egyébként tényleg az van, hogy öreg vagyok, mármint a játékban nyilvánvalóan. 57 vagyok, az egészségem rendben van, de egyébként annyira nincsen, és nem vagyok túl közkedvelt a Hunchback trait miatt. Attraction a pénye minusz 30, azért az kemény. És akkor van ugye két lányom, az egyik Fatumata, aki nem rossz egyébként, de már most amúgy fornikátor, tehát valakivel őt már rajta kapták. És ez amúgy az a baj, hogy ez várható is volt, mert ugye a férje nagyon fiatal, és hát a nőknek vannak igényeik. Úgyhogy ez sajnos várható volt, részben az én hibám is. De muszáj volt azt a házasságot úgy megkötni. És akkor van egy másik lányom, a Jenly, aki viszont nem túl jó. Nem elég, hogy ő is örökölte ezt a puposságot, de ráadásul puta szegény, tehát biztos, hogy nem lesz uralkodó. Én nem akarok vele játszani. Ráadásul Fatumatának még nem született. Ja, igen, nem született gyereke, hál' Istennek nem született. Szóval az öröklés most annyira nincsen szuper rendben, mert ha valami történne Fatumatával, akkor Jenly jön a helyére, és ez meg igazából senkinek nem jó. Viszont én meg tudnék Holy War for Kingdomozgatni. És mit mondtam, hogy melyikre kéne ezt ellőni? Azurára el lehetne lőni, de csak erre a részére. Ez is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terület. Szóval ez nem olyan rossz. Plusz azt hiszem, van kettő ilyenem most? Mert van egy döntés, amivel tudok majd még behúzni egyet. Extolled by house. Jézusom, ez mit jelent? Mahmud has had virtues extolled by his house head. Whether the attention is deserved or not, he now has a hard time staying away from the prying eyes of the public. Piety plus 1, house opinion plus 15, hostile scheme success chance plus 15. Nice. Szóval, azt hiszem őt kell megölni első körben. Abyssinia. Igen, ezzel megyünk. Ez nem lesz egy egyszerű háború, valószínűleg el fog húzódni, mert a hegyekben kell háborúzni, és az meg az sosem jó. De talán most így, oké, mondjuk az tény, hogy most a frakciók azok nem jók, de csak azért most töltöttem be a játékot. De hát ha nem lesz velük probléma, mert mostanában azért már viszonylag nyugis volt a helyzet, és akkor ide hívom össze a menetárszokat első körben. És megnézzük, hogy a frakciókkal mi lesz. Tudom, vannak erős frakciók, de már is visszagyengült egy részük. Mondjuk az Independence Faction az pont nem. De megy a szvélyelés ezerrel, hogy meggyőzöm őket arról, hogy én amúgy alapvetően chill vagyok. És mindenkinek sokkal jobb, hogyha marad a birodalmon belül. 20 hónapunk van erre. Hát nem sokára, egyébként valószínűleg kevesebb lesz, de oké. Mental break, nothing matters. Én azt hiszem most jól vagyok nagyjából, köszi. Mert adnak nekem extra tréteket az, hogy hideg összeroppanásom zajlik éppen. Macska azonnal csökkenti a stressz, bár nem kértem. És inform lettem, remek. Ami azt jelenti, hogy már is túl sok a földem. Azt jelenti, hogy az egészségem még fine, de nem sokáig valószínűleg. És elkezdtek ostromolni. Ah, ott. Valamelyiket a király vezeti? Nem. Akkor jobban járok, hogy én is haladok az én ostromommal. 8 hónap. Majd azt meg kell csinálni, hogy vissza kell állítani, vagy be kell állítani, hogy ki örököljön utánam. Ahhoz meg fel kell vinni az Absolut Crown Authority szintre a befolyásomat, mert jelenleg ugye itt a Jenly, ő is megkapna birodalmat. Empire of Gina-t például. Ez infirmség, ez nekem nem jó. Ez nem szeretem túlságosan. 57 évesen infirmnek lenni azért, az nem egy vidám sztori. 6 hónap az ostrom, kicsit haladhatunk ennél gyorsabban. Ha esetleg haladhatunk ennél gyorsabban, mammaru. És azt is vonom ezt a két sereget. 6 hónap, jó. Ezeknél 5 hónap és 2 év, hát akkor jó szórakozást kívánok hozzá nektek. A két évhez kifejezettem. És valami betegség terjed, de szerintem ez engem most nem érint. Hát a folyón végül is leutazhat a betegség, de valószínűleg nem fog. Navarra nyert egy háborút, és meghalt a férjem. Akkor most keresnem kell egy férjet, aki nagyon Stuartos. Mamamoru Bereté.
Valószínűleg nem lesz olyan, aki így, tényleg így ért dolgokhoz. Úgyhogy Beretihez fogok hozzámenni. Matriban, bár nem számít. Jó, és megürült. Nagyon furán hozzá most ez a szó. Szóval megürült a stewardship pozíció. És ide bejöhetne az Ambia. Akivel már amúgy plusz 10-20-an izében voltunk. Miért esett vissza minusz 36-ra? Jézusom, jó, tessék, akkor legyél te ott. És akkor azért ránézek, hogy még természetesen így is mindenki tök benne van egy lázadásban. De majd hát, ha az új férjem segít ebben. Az új férjem megjött, igen, a stewardship-em az visszaállt, vagy hát a stewardship-ből származó domain holding az visszaállt arra, amire kell. És akkor most hát ilyen 20-30 körül vannak ezek a számok. Megy itt egy kis szvéjelés vele is, és vele is. Az egyiptomi királlyal, az újjal nem. Ugye az unokatestvéremnek a fia, ha jól emlékszem. Father. Vagy legalábbis valamilyen rokona. Az unokája az unokatestvéremnek. Közben felfedeztük a Kenukat. Ez egy ideig eltartott egyébként. Jó, elveszettem az első ostromot. Minusz 300-ig, de ugye mi megyünk a fővárosa felé. Tehát a nap végén ez nekünk fog kedvezni. És közben több pozitívban vagyok pénzben. Ó, viszont a szvélés az pont véget ért. Ha adok neked pénzt, az 20 vélemény, az nem lesz elég. Jó, mit tehetek még érted? Cultural acceptance az nagyon alacsony. Boris evil. Ja, mert nem vagy megfelelő vallású. És nem is nagyon akarsz megfelelő vallású lenni. Az így okés, hogy te amúgy meleg vagy? Mármint nekem okés. Félre ne érts. De hogy a vallásod ezzel így chill? Vagy így tudnak róla? Mert ha nem, akkor... én szívesen mesélhetek a történeteket. Ereszekről meg hasonlókról. 10 hónap. Akkor viszont szóljáljuk az egyiptomit. Ha már nem tudjuk, mert elérte a max vélést itt a Csikányáró. Csinkanájró. Viszont Sarkin Aron, őnek egy kis pénzt még küldök. Akkor őt is, ővel is jól leszünk. És akkor lecsökkent talán annyira. Itt az az Independence Faction, hogy ne jelentsen jelenleg problémát. A többi frakció az nem gond. Ennek kéne eltűnnie. És akkor szépen megy is lefelé, akkor jó, ez is szuper. 7 hónap, nekem az ostrom az 4 hónap, mint hogyha nem őriznék annyira jól a fővárosokat, mint Angotot. Ami nem gond, nekem aztán főleg nem. És szerintem véletlenül az előbb az összevonással eltávolítottam az ostrom tábornokot, úgyhogy ez mindenképpen egy 200 IQ-s megmozdulás volt. Igen, így már sokkal jobban néz ki a Siege Event Timer. Ugye attól függetlenül, hogy most nincs benne, vagy hogy az ő lázadása az nem igazán jelentős, vagy van értelme, vagy jut valahova is. Ettől függetlenül az gond, hogy ő továbbra is rossz vallású. Úgyhogy valamit ezzel egyébként olyan szinten kezdeni kéne, hogy ugye addig az ibadi vallás az elég erős lesz a birodalmamon belül. Ezzel bevettem a fővárost. Mondjuk ez nem okozott akkora boldogságot, mint szerettem volna, úgyhogy megyünk északnak. Van itt ez a, amit mindenképpen meg kell nyomnom ezt a gombot. Annyira meg kell nyomnom egy gombot, hogy esetleg meghalnék anélkül, hogy megnyomnám a gombot, akkor vissza fogom tölteni, hogy megnyomassam a gombot. Csak most még kivárok vele. Ez a Evangelize the Realm gomb, ami azt jelenti, hogy sokan automatikusan át fognak állni az én vallásomra. Mi történt a hugommal? Valami királyné lett. Akkánnak a királya. Vagy hát Akkánban trónra került? Az murdered? Oké, akkor ez nem az. Várj, ez? Ez sem az. Oké, szóval, hogy most elhagyta mindegy, hogy miért, elhagyta az udvaromat a hugom. Pedig ő egy tényleg tök jó gyógyász volt. Meg jól térített is. Miért volt a magadzsa, igaz? Most ennél a 24-esnél nincsen jobb magadzsa. Egyébként nem is nagyon kell. De azt nézem, hogy se a marsallunk nem befolyásos vazallunk, sem pedig a stewardünk. A marsallunk például simán lehetne. És a steward...
Amúgy a Stuart is. Ez az örökkön-örökké élő Mali uralkodó, aki már... Hát, nagyon hamar lett egyébként ágyhoz kötve. De értitek, bokszentit, infirm, melancholic, és még így is fine az egészsége. Bacsák, the cat doctor, Felin nurse, small boost az élethez. A lányom? Ó, ez én vagyok? Ennyi rosszul nézek ki? Holy shit. Ez nem néz ki jól, finoman szólva sem. Ezek közben megint elég erősek lettek. Hál' Istennek. Akkán bekerült. Akkánnak nem kéne, hogy a szövetsége sem legyen. Közben megtudtam róla, hogy ő nem hívő. Cool. Szóval nem kéne, hogy a szövetsége sem legyen, hát a hugomnak a férje. Hát, álljon már meg egy szóra. Valószínűleg az ellenséges sereg. Eltűnt valahogy az ellenséges sereg, nem tudom hova. Szóval, ez nem túl cool dolog tőle, hogy ő így benne van ebben a dologban. Közben itt megtörtént végre az eljegyzés. Nem, az meg volt eddig is, a házasság. Tehát kiházasítottam a lányomat, Fatumatát, aki... Hát, megpróbálom konvertálni a witchcraftra. De nem ezt akarom, hanem azt, hogy ő neki legyen babócája. Érkezzen a babó. Vannak még ebben benne. Kaffa. Oké, Begemdemer. Aha, te itt vagy. Mondjuk ebből gondát létre lehet hozni. Nem fog sokat segíteni, de egy picit igen. És odaadjuk mondjuk ennek a gyereknek a gondári hercegséget. És akkor ezzel sem lesz, hogy vele sem lesz már problémám. Se a gyerekkel, sem pedig a Jóskával, aki a lázadókhoz csatlakozott. Persze ő nagyon kis hal volt ebben az egészben. Kánem nagyon közel van ahhoz, vagy hát Inksfaxen nagyon közel van ahhoz, hogy kilépjen a lázadók közül. Ez pont nem lesz elég. Nice. Mennyi még a szvélés? 9 hónap. Ez egyre jobban hangzik. Na jó, itt mindjárt megnyerjük a háborút. Oké, most maradjon itt csak. Csak a szükséges. Muszáj vagyok hamarabb délnek indulni. Aha, így viszont nem maradtak elegen. Hány ember kell az ostromhoz? 1000. Jó, tudok nélkülözni 1000 embert. Nem arról van szó. Csak nem szeretnék. Vagy nem gondoltam, hogy ennyit kell. De jó, induljunk el. És akkor a legjobb tábornok vezesse őket. Itt pedig akkor 3 nap is van. Akár át is állhatok a következő területre ostromolni. Sarajra. Ez 53% most így. A war score. Viszont be fogják venni az erődöt. Ó, nem. Elmenekülnek. Hál' Istennek. Ez nagyon kellemetlen lett volna. Secret exposed. Ez nem érint szerintem engem. Nagyon. Vagy egyáltalán. És el tudom kapni őket a Drylands-em. Az egy jó csata lesz valószínűleg, és értékes csata a Warscore tekintetében. Ezek 4 hónapra vannak. Personal diplomacy minus 1. Shit. Also diligent, righteous. Oké, és ha neked adok pénzt? Neked már adtam pénzt, és még így is benne vagy a lázadásban. Hogy lehetsz ekkora vanker, de komolyan. Jó, megvan a csata, 80% így. Viszont visszacsatlakozunk azokhoz az ostromlókhoz. Nehogy itt elverjék valamelyik sereget. Hogy tudnám kb. Egyel növelni a véleményemet? Vagy a más véleményét? Na, amíg ezen dolgozok, addig hívok, vagy keresek egy orvost. Mert a mostani lehetőségek azok nem jók. És akkor még finoman fogalmaztam, 1 hónapra vannak. God fucking damn it. 23, 50, 5, 78 véleménye lesz. 78, és 80 kéne. Nem mondod komolyan. Oké, okay. Arbitrary Henchback, nem tudok már mit kezdeni. High Crown, nem tudok mit kezdeni. Offensive War. Refusal. God damn it, tudom. Modify Vessel Contract. Mondjuk adok neked Coinage Right-ot. Az nem lesz tőle boldogabb. Akkor kevesebb
sereget kell adnod? Ah, mondjuk 1000 emberrel ad kevesebbet. Jó, akkor ezeket nem. Succession right, fourth partition. Ettől nem lesz boldogabb. War declared, sanctioned. Ez megad 5 véleményt, hogyha megengedenek, hogy háborúzgassam. Lehet, hogy túl nagyra nő így a hatalma. De muszáj most megengednem. Mert akkor adok küldi neki egy kis pénzt. És azzal már ő ki fog szállni. A felkelés. Oh, god damn it. Jó, én... Oh, őt is letartóztatom? Na, akkor ez megérte. Letartóztattam. Jesus. Meg is van a következő orvos. Amina. Meg hívják. És el tudom akkor tőle venni a földjét akár? Nem. Mert protect itt a föld elvevés, de mondjuk azt mondom, hogy ezt kivesszük, és keveset kell fizetned. Nem lehet, mert most változhattam a szerződésen. 0,2 másodpercet kellett volna várnom. És akkor ez megoldja magát ezt a probléma. De ki gondolta volna, hogy megoldja magát ezt a probléma? Hát jó. Közben a lányomat sikerült megtérítenem, vagy beavatnom a boszorkányság rejtelmeibe. És a háború is lassan a végéhez közeledik. 80%-on vagyunk most. Itt még azért van hátra 2 hónap. Jesus. Közben Jenny is felnőtt. Szóval meg lehet házasítani, hogy ki lehet őt házasítani. Bár ez nem tudom, hogy ad-e nekem most bármit. Szerintem ez nem ad. Várj, de ad szövetséget. Iszavidokkal. Jó, nem akarom magamra haragítani őket, mert hajlamosak akkor ilyen fiútot indítani. És azt meg nem szeretném. Titeket kiengedünk a börtönből, mert ti nem vagytok értékesek. 79%? Ja, mert most már Ticking War Score-ról beszélünk. Ó, ez hogy le... Hogy a szomba lesz ez? Veszélyezbe 3 hét alatt kb. De komolyan. Nagyon érdekel. Milyen van, ami nekem nincs? 30 ostromgépe van. Most az, hogy nem töltődött vissza még rendesen a Garrison. És ezt akarja nekem beadni? És akkor most megint kezdhetem. Nem az, hogy előről, de majdnem előről. 91%-ról vissza 62%-ra. Ah, és muszáj leszek ellátmányt majd szerezni valahonnan. Mert ez a sereg, ez nagyon-nagyon éhezik. Szerintem most nem is tud ellátmányt szerezni. Majd talán itt a ketté osztja. Tehát itt, ez a kell ide jönni, és akkor meg lesz. Nem akarok rivális lenni senkivel. Jó, csak blöffölt, szerencsére. Nem akarok rivális lenni, mert azok állítják általában bele a pengét a hátamba, akkor is, hogyha a világ másik feléről jönnek. Őt szeretném elkapni. A hegyekbe lemenekült a dombságra. Ez is egy taktika végül is, gondolom. És hát nagyon nagy disadvantage-en megyünk neki ennek a csatának. De közben nyilván megnyerem. Bár nem fog annyit számítani, amennyit szeretném. És akkor a sereg egy részével ellátmányért megyünk, a másikat pedig elküldöm ostromolni. 83. Vagyis nem, mindenkivel ellátmányt szerzek. És amint megvan ez a háború, utána fogjuk azt csinálni, hogy benyom ezt az Evangelize the Realm dolgot. Akkor itt vissza tudod tölteni a supply-okat. Szóval benyomjuk ezt a dolgot, és akkor ugye az Abyssinia részt is meg fogja téríteni. Vagy hát arra is hatással lehet. Mert ugye ez nem garantált térítés, de hatással lehet rá. Csak egy kevés ellátmányt szeretnék magammal vinni. 142-en őrzik most itt a várat. Amúgy 588-an tudják. Szóval tényleg gyorsan oda kéne menni. És visszavenni, mert most ez 83%-on van a war score. Na, ő hova megy? Most erre kíváncsi leszek. Aksumba. Te ott elkezd ostromolni?
És mennyi? 12 hónap. Na ez már okés. A 12 hónap az teljesen rendben van. Azt el is hiszem. Ez a 3 hét, meg 2 óra, ez az, ami nekem kicsit gyanús. Lehet, hogy meg is rohamozzuk a falakat, hogyha esetleg meg lehetne, amit nagyon-nagyon ritkán szoktam vele élni. Annyira ritkán, hogy néha elfelejtem, hogy ez egy dolog. De most lehet, hogy élünk vele. Finger bones. You gain a worm on a string. Amúgy az nem lenne rossz anyám szempontból, hogy az pénzt jelent. Látjátok? 3 hónap. 3 hónap. Mi a franc? Miért tart ez 3 hónapig nekem, mikor több az emberem, több az ostromgépem? Ő lehet, hogy megnyomta a gombot? Az Assault Fort gombot? Nem mer ahhoz átkerülni a falakat, hogy egyetlen el lehessen odaérni. A worrying conversation. Ó, ezek valamiről beszélgettek. Nem derül ki, hogy miről, de nagyon megrémített engem, amiről beszélgettek. Most már érdekel. Melyik SCP-ről beszéltek? 20 nap. Jó, oké, kivárom azt a 20 napot. It's fine. 83, szerintem ez elég lesz ahhoz, hogy felvigyük 100-ra. Ha nem, akkor megyünk és megverjük megint. De szerencsére igen, és szereztem egy núbiai kelyhet. De nem is az a lényeg, hanem a terület, ami ezzel járt. Úgyhogy köszöntöm szépen. És ezek közül ugye sok közvetlen hozzám jutott. Ezeket pedig odaadjuk szokás szerint az élóta karaktereknek. Senki nem írta meg egyébként közületek, hogy ennek van-e értelme. Lehet, hogy ti se tudjátok. Van-e értelme konkrétan direkt zélóta karaktereknek adni ezeket? Hajlamosabbak-e arra, hogy megtérítsék a területet, mint a sima karakterek? De én azt fogom feltételezni, hogy igen, mert amúgy meg mindegy. Tehát mint egy randónak adom, vagy egy randónak adom, csak előtte beírom, hogy zelőt legyen a randó. Meg az előttök azok szeretnek, nem? Opinion of zealous characters of the same faith. Hát csak akkor, hogyha én is zélóta vagyok, szóval az kicsit okafogyott. De jó lesz ez így. Már is betelepítettem oda minden kedves ismerőst és ismeretlent. Kiengedjük Calgary-t. És hát veled nem tudunk mit kezdeni. Ugye lehetne, hogy őt kiengedjem. Mondjuk azt mondom, amit a Egyiptomit. Csak neki nem csak Egyiptom, hanem Kánem királysága is hozzá tartozik. Azért parás. Ki tudom végeztetni? Nem fognak miatta szeretni, igaz, ha kivégeztetem. Megveszem a Prison Feudal Complexet még. És akkor most meg lehetne nyomni a gombot. Ez a gobletnek a jelzője. Igen, az most nem kell. Tehát azt mondom, hogy... Mennyire vagyok beteg? Ah, még fájna az egészségem. Még lehet, hogy beleférne egy Adjuran vagy egy Adal háború. Adal éppen veszíti el a háborúját. Ugye azt mondanám, hogy Holy War for Kingdom, amit most elvileg nem tudok. Ott, ezért mind mehetnék. Szóval elvileg nem tudok, de csinálunk egy olyat, hogy Research the Hori Mission, gain access to one additional Kingdom tier Holy War Casus Belli. És akkor ezzel most akár megtámadhatom Adalt, aki nagyon gyenge egyébként jelenleg, hiszen egy háborút vív. Sultanate of Adal. Old Ezra is westernized by you. Oké, ezt tudom. Igen, még ezt megpróbálom nagyon gyorsan behúzni. És ez sikerül, akkor utána megnyom a gombot, amit az előbb már majdnem megnyomtam. Ide szerintem elég lesznek csak a menet armsok. És amint az megvan, akkor meg már is lerövidítjük kicsit majd a remélhetőleg a térítéseket. Speaking of térítések, lehetne itt valamit intézni. Itt amúgy az Oldbori hite van, vagy csak így lusta vagy téríteni? Úgy látom, csak simán lusta téríteni. 15 nap maradt, és akkor megyünk itt egyenesen Dakkárra. Hogyha itt... ja, elvesztett a háborúját. Nem, erre nem háborúzik valaki. Ez micsoda?
De várjál, Conquest of County of Bali. Megszereztük Bálit? És kik jönnek? Ajuránék? White Peace? White Peace. Ezzel nem akarok most foglalkozni, ne haragudj. Ez egy védekező háború, ebből nekem semmi előnyöm nem származik. Úgyhogy White Peace, azért hozok még néhány egyszeri parasztot is. De csak hogy, de csak mutatóba. Hopp, az ott egy csata lesz. Ez visszavonuló ez a sereg, nem? Ja nem, azért áll úgy, mert olyan területen halad át, ahol betegség van. Oké, okay, akkor ez legyen így, hogy most megvárjuk a talpasokat, meg is jöttek. És akkor együtt bosszút állunk, vagy valami ilyesmi. Ott, ha egy részét el tudom kapni ennek a csatának, akkor, vagy annak a seregnek, akkor az már jó. Mert hát, ha az bevonza a másik felét is, vagy a többieket. Azért 4600-an vannak. Ők többen vannak, mert hogy... Oké, nem tudom miért vannak többen, mint amennyire elsőnek tűnt. Ez már is egy nagyon szép győzelem. Ez túlszás, hogy nagyon szép, ez egy győzelem. Viszont ha ott átmegyünk, akkor az casualty. Úgyhogy először itt kell ostromolgatni. Ez még okés. Ez egy hatos erő, de ez... Oké, ez is hatos. Akkor miért más a grafikája? Miért teljesen más a grafikája? Látjátok, itt ilyen sok bástya van, ott meg van négy. Ne, nem tudom. Ez ötös erőd ráadásul. Ez hatos. Elég furi. És ez mennyi idő? 5 hónap? Na de várj. Hozzátok a szakértő Kainát. Jó. Egy. Ránézek a szvélés. Ó, most senkit nem szvélek? Akkor... Akkant kell, mert ő most nem probléma, de a jövőben lehet. Anbiak közel áll hozzá, hogy ne legyen probléma, de... Nem elég. De őt már nem tudom szvélni szerintem. Tudom szvélni? Nem ő veleért maxoltuk meg ki a lehetséges szvélést? Valami volt. Ahol le kellett volna csapnunk. Na mindegy, jó lesz így is. Megörököltem valami földet, gondolom az új területekből. Ja, itt valaki nagyon gyorsan meghalt. Misztikus körülmények között. Oh-oh. Akkor gyorsan adom valakinek, mielőtt én kerülnék veszélybe. Milyen az egészségem? Fine. Oké, okay, cool. Itt van egy betegség, sajnos terjed. Ez a mekkai köhögés. De azt szerintem nem fogjuk átvenni. És remélem, hogy nem fogjuk hazahurcolni. Jó, most már tudok ide jönni. Nem tudom, hogy ez az erőd miért nem állít meg, de ez az erőd megengedő, hogy átmenjek. Úgyhogy átjövök Dakarba, és remélem, hogy nincsen még túl nagy védelme. Elvileg 55-en védik a várost. Mindjárt lehet, hogy kicsit még csatlakoznak hozzá védők. De ez azt jelenti, hogy ha amint áttörjük a falakat, 85. Amint kijön az, hogy áttörjük a falakat, akár meg is ostromolhatjuk, vagy meg is rohamozhatjuk őket. És 18% most így, ami nem sok. Abban reménykedtem, hogy ez egy gyorsabb háború lesz, de nem lesz annyira gyors háború. 3 hónap. Ugye egy fal áttörés kéne ahhoz, hogy neki rohanhassunk. Először lyukat kell ütni a falon, például most van egy lyuk a falon. És akkor így nagyon gyorsan be tudtam venni. És egy trónörököst elkaptam, azt hiszem. Sultan Saharas fiát és örökösét, Mahamudot. Foglyul ejtettem. Tehát most ez 91%-ra fel is vitte nekem a szkóromat. És hát az kell, hogy ez kicsit magasabb legyen. Talán ebből a csatából ez meg lehet. Elkezdek közben pletykálni. És az embereim elkezdtek nem bízni egymásban. Valaki a trónomra pályázik, de hát abból vannak páran. És megnyertem a háborút. Thank you, bye! Nagy, újabb rakás szép területtel lettünk gazdagabbak. Nyilván senki nem lesz itt boldog. Egy jó darabig. És ez már azt jelenti, hogy túl sok vazalusom is van. Valamennyire majd konszolidálni kell őket. Bár lehet, hogy nem itt. Á, ezt nem, majdnem rosszat jelöltem ki. Majdnem olyat jelöltem ki, akkor amúgy Clement lenne valamelyik királyi címre, és az nem jó. Jó, ez így. Oké, és akkor az összes többivel
majd foglalkozunk a következő részben, úgy látom kell választani egy új Dynasty Legacy-t, és el kell, hát kicsit kell foglalkoznom a vazalus menedzsmenttel is. Innen folytatjuk legközelebb. Sziasztok!